Az orvostudomány fejlődésének köszönhető, hogy egyre kevesebb daganatos beteget veszítünk el, viszont számuk növekszik, hiszen az átlag életkor növekedésével egyre több ember lehet érintett a rákbetegséggel. A legtöbb típusú daganat korai felismeréssel gyógyítható, ezért érdemes a szűrésekre elmenni. Minél hamarabb diagnosztizálnak egy rossz indulatú daganatot, annál hamarabb lehet elkezdeni a beteg gyógyítását. Amelyik daganat eltávolítható és nem kezd terjedni a szervezetben, nagyobb eséllyel küzd meg a rákkal szemben a beteg. Hazánkban magas a betegséggel érintettek száma, ami nem jelenti azt, hogy bizonyos daganatos betegségekben magas a halálozási arány, bár vannak ráktípusok, ahol a későn diagnosztizált betegen már nem lehet segíteni. Az orvostudomány haladásának köszönhetően és a primer prevencióval, vagyis az elsődleges megelőzéssel, mint például a HPV elleni védőoltással, sokat lehet javítani a rossz statisztikán. Ma Magyarországon 100 000 lakosra kb. 600 új megbetegedés van, és kb. 400-an halnak meg. Tehát a növekedés üteme megállt. Ami viszont nőtt, az a prevalencia. Tehát magyarul még egy pár évvel azelőtt olyan 450 volt, akik meghaltak 100 000 lakosra. Ma ez a szám már olyan 350-360 körül van. Tehát magyarul több az élő, daganattal élő beteg, és hát az emberek ezt veszik észre a környezetükbe. Természetesen még nagyon sok beteget el is vesztünk, hiszen ez a szám elég magas még mindig. A halálos kimenetelű rákos megbetegedések legnagyobb része, 26%-a a tüdőrák számlájára írható, nem csak itthon, de egész Európában vezető halálok. A megelőzésben fontos hangsúlyozni a szűréseket, valamint a dohányzás és az alkohol mellőzését. Dr. Babitz Tamás onkológus a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Folytassuk itt, doktor úr, ahol abba hagytuk ezt a gondolatmenetet a megelőzésnél. Nagyon sokan azt mondják, hogy annyi sok összetevője van a rákbetegség kialakulásának, hogy talán önmagában véve a megelőzés nem elegendő. De hogyha sorra vesszük, hogy a megelőzésnek is különböző formái vagy fajtái lehetnek, akkor beszélhetünk úgynevezett elsődleges vagy primer megelőzésről, ami mondjuk jelentheti bizonyos ráktípusok elleni védelmet védőoltással. Egyelőre nem sokról tudunk. Egyelőre egy ilyen ráktípusról tudunk. A méhnyakrák ellen a HPV oltás az, amivel védelmet tudunk biztosítani a betegeink számára. Újabb és újabb készítmények vannak ezen belül kifejlesztve. Többedik generáció kerül már forgalomba. Sajnos más ilyen primér prevenciós készítménnyel nem rendelkezünk, éppen ezért nem marad más, mint hogy a szekunder, másodlagos daganatképződésben szerepet játszó daganatképződésre hajlamosító tényezőket próbáljuk meg minél jobban kiküszöbölni, és minél kevesebb teret engedni ezeknek a tényezőknek. E tényezőkön belül döntő fontossága van az életmódnak, megfelelő aktivitással, megfelelő mozgással jobb állapotban tudjuk tartani immunrendszerünket, és a jól működő immunrendszer mellett kevésbé valószínű a daganat kialakulása, illetve fordítva, egy rosszul működő immunrendszernél az úgynevezett alvó daganatsejtek föl tudnak épülni, éledni és osztódni kezdenek. Ezen túlmenően jelentős szerepe van a táplálkozásnak, a dohányzás elhagyásának, vagy amennyiben ezt nem tudja valaki megtenni, legalább mérsékelni kellene, napi nem több, mint 500 cigarettára a dohányzást, és az alkoholfogyasztást is mértékletesen kellene megtenni. Ugye ezek a megelőzésnek a fő pillérei, és ezt nagyon sokan tudják. De tudják-e azt az emberek, hogy milyen jellegű betegség a rákbetegség, miből fejlődik ki, hogyan alakul ki? Most félretéve ezt, hogy elkerülhető, avagy azért itt van egyfajta genetikai befolyásoltsága is a betegség kialakulásának? Genetikai tényezők is szerepet játszanak a daganatok kialakulásában. Ezt egyértelműen bizonyítják egyes családokban a egyes daganatok halmozódásai, illetve egyes betegeken belül többfajta daganatnak az egymást követő előfordulása. Egyes rosszindulatú megbetegedésekben ismertek fix genetikai eltérések, amelyek újra és újra föl lehetők ezekben a betegekben.
Doktor úr, szerint mi határozza meg egy daganatos betegnek a gyógyulási esélyét egyértelműen? Meg lehet ezt határozni, vagy ez egy komplexebb fogalom? Ez mindenképpen egy komplex fogalom, de meg lehet határozni. Elsősorban ugye a legfontosabb az, hogy a daganat milyen fázisban került felismerésre. Amennyiben ez egy korai felismerés, nincs a daganatnak áttéte, nem nagy méretű a daganat, jól körülhatárolt, akkor azt valamilyen sebészeti technikával el lehet távolítani a szervezetből, és akkor ez a beteg megszabadult a daganatától. Amennyiben már teljes egészében nem távolítható el a daganat, vagy már áttétes a daganat, ebben az esetben már sok tényező befolyásolja az adott betegnek a túlélési esélyeit. Függ a daganatnak a típusától, a daganatok agresszivitása, növekedése, kezelhetősége különböző, különbözőképpen reagálnak kemoterápiás készítményekre, vagy nem reagálnak. Függ attól, hogy az adott beteg milyen mértékben tudja elfogadni a saját betegségét, milyen mértékben tudja feldolgozni az ezzel járó pszichés terhelést, illetve az ezzel járó fizikai megpróbáltatásokat, gondolok itt a mellékhatások, kezelés okozta mellékhatásokra, és úgy tűnik, hogy egyre nagyobb jelentősége van a társadalomnak és a környezetnek, a daganatos beteg környezetében élőknek a hozzáállásához. Úgy tűnik, hogy ott azokon a területeken, ahol kevésbé ismert az elidegenedés, tehát nem nagyvárosban élő embereknél, ahol közel vannak egymáshoz az emberek, illetve a hagyományos kapcsolatok még élnek, ahol egy beteg embert szokás meglátogatni a szomszédok részéről, és aztán ezek után nyilván kapcsolatot tartani vele, ott sokkal jobbak a túlélés esélyei egy betegnek, mint abban a környezetben, ahol senki nem nyitja rá az ajtót. Tehát a beteg támogatása is nagyon lényeges. Doktor úr, elérhető-e minden Európában egyébként elérhető terápia, kezelés, gyógyszeres kezelés, vagy bármilyen más kezelés itthon nálunk? Igen, Magyarországon elérhető minden olyan gyógyszeres onkológiai kezelésforma, ami Európában rendelkezésre áll, és Európa lakosai megkaphatják. Magyarországon is elérhetőek, ezen készítmények döntő többsége társadalombiztosítás által finanszírozott módon. Egy részüknél a társadalombiztosítás nem fogadta még be a készítményeket, de már engedéllyel rendelkező készítményekről van szó. Ilyenkor külön egyedi méltányossági kérelmet szoktunk betegeinkkel beadatni, amire megszokták kapni a támogatást, és hozzájuthatnak ezekhez a készítményekhez is. De elmondható az, hogy minden intézményben használják ezeket a biológiai terápiákat, vagy a célzott terápiákat, tehát a modern készítményeket, gyógyszereket? Magyarországon, én tudomásom szerint minden onkológiai osztályon, ahol komplex onkológiai centrum működik, használják ezeket a készítményeket, igen. Ugye a rák kutatás az egy óriási terület, nagyon sok pénzt, humán erőforrást és szellemi erőforrást investálnak ebbe a területbe. Vannak-e olyan újdonságok, amellyel önök onkológusok találkoznak, és azt mondják, hogy ez a rák gyógyításban vagy a rák kezelésben áttörés lehet, vagy egy új út lehet? Látványos változás következett be az utóbbi 15-20 évben. Sok-sok új készítmény jelent meg, ezek közül külön említést érdemelnek a biológiai terápiás készítmények, amelyek a hagyományos klasszikus kemoterápiás szerektől eltérően nem valamennyi osztódásban lévő sejtet támadnak meg, hanem döntően a daganat növekedéséhez, fejlődéséhez szükséges útvonalakat zárják le, vagy speciálisan egy-egy daganat sejtet támadnak meg. Így hatásukat ott fejtik ki, és lényegesen kevesebb mellékhatással lényegesen jobb és hosszabb távú eredményt érnek el. Hátrányuk jelen pillanatban ezeknek a készítményeknek az áruk. Egy ilyen készítménynek egy beteg, egy havi gyógyszeres költsége bőven meghaladja az 1 millió forintot. Doktor úr, köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk ebben a témában. Köszönöm szépen.